Krisztić. Az első mérkőzés után a két kiállítottót és Kopunovics kapott nagyon komoly büntetést, azt mondta Glázer Robert, nem mondott számszerű összeget. A többiekkel pedig lefektették az alapszabályokat, ami a Glázer féle Újpestnél érvénybe lépett. Minden egyes taktikai hibának megvan a maga ára. Tehát ha valakinek az embere gólt fejel, akkor az egy bizonyos összeg. A sárga lap, piros lap, egy bizonyos összeg. És mostantól ezek szerint, az alapszabályok szerint él az újpesti labdarúgó csapat. A 43. perc elején 0-0-ás állásnál Vojvodina szabadrúgás. Pasić. Új fejeli el, viszont üres a jobb oldalon. Terjék. Csillag. Hárman vannak körülötte, csak visszafelé tudja. Babos. Ah, Belic. Terjék, már beérik. Hát sokkal gyorsabbak. Egyszerűen össze nem lehet hasonlítani. És mondom, a jugoszláv bajnokság negyedik helyezettjével játszunk. Terjék. Kiskapusi. Félre ne értsék a kedves nézők, nem szeretném bántani ezeket a fiúkat. Nagyon fiatalok, előttük van még a jövő, némelyikük első nemzetközi kupa mérkőzését játsza. Úgyhogy távol álljon tőlem, hogy megbántsam őket, vagy esetleg a későbbi pályafutásokat befolyásoljam, de hát sajnos látjuk, hogy bírónak bravúrral kell védenie. Belic. Vasić. Dragić. Bratić. Szuszkavcevic. Jó a szerelés. Nem is mernek nagyon előre jönni az újpesti srácok. Íme, ott küzd egyedül Terjék. A mérkőzés első fél idejének utolsó perce, legalábbis a rendes játékidőben. No, ezzel meg lehet indulni, Babos. Egy kis határozottságot, egy kis akaraterőt. No! És csillag elől. Dragić ért vissza. Ugye megint csak, ahelyett, hogy én mondanék kommentárt, Glázer Robert arcára kell nézni. Egy perc hosszabbítás, ezt mutatta a negyedik számú bíró. Az utolsó másodpercek a rendes játékidőből. Jó a csúsztatás! Terjék! És Babos. Ez most legalább veszély volt a Vojvodina kapuja előtt is. Itt kell kivágni, Kovács már berobbant. Babos. Dobhatnak az újvidékiek. Pasić. Bratić. Ő az egyik szellemi vezér ma. Tokodi fut. Zsilić. Neki is labdához kell érnie. Bogdanovics. Csak nehogy lőjön. Hát így lőhet. Helyesbítek. Igor Bogdanovics, 24 esztendős.
És továbbra is jönnek az utasítások. A szünetben lesz mit mondani a Glázer Robertnek, attól tartok. Pillanatokon belül, ahogy beérnek az öltözőbe, én magam azt hiszem itten szépen elpogyogtatva elmondtam a véleményemet. 0-0 tehát az első félidő, magam is kíváncsian várom a szakértői elemzést. 0-0 tehát az első félidő után, és ha már szóba került a beszélgetés során a 30 évvel ezelőtti Újpest, hát azért ne felejtsük el, hogy az Újpest játszott UEFA kupa döntőt, méghozzá pont az 1968-69-es szezon végén a Newcastle ellen. Igaz, hogy kétszer kikapott 3-0-ra és 3-2-re, de hát döntőt játszott, gondoljunk bele. Egyébként az Újpest 14-szer indul az UEFA kupában. 55 meccs, 23 győzelem, 8 döntetlen és 24 vereség. Ma ki lehetne egyenesíteni 50%-osra egy győzelemmel a mérleget. Tavaly meglehetősen, hát hogy is mondjam, siralmasan szerepelt az európai kupákban az Újpest, már csak ezért is szép lett volna a javítás. Ugye a BL első selejtezőjében az Imbru Kisinau még túljutott az Újpest, nem akármilyen nehézségek árán, teszem hozzá, de aztán a selejtező második körében jött a Sturm Graz és a kinti 4-0-ás vereség, ami hát nem volt egy épületes látvány, utána a hazai pályán is kikapott 3-2-re az Újpest. Majd az UEFA kupában az első forduló során az FC Brüsttől hazai pályán 5-0-ás vereség, és kint csak szépségtapasz volt, 2-2-es döntetlen. Szóval ennél azért szebb újpesti európai kupa szereplésre számítottunk, még akkor is, ha a sorsolásnál pont azt mondta Váridi Péter, hogy a bolgár Levski Szófiát és a Vojvodinát szerette volna elkerülni. Hát nem sikerült. Íme a statisztika, több a kapura lövés a Vojvodina részéről, több a szöglet is, több viszont az újpesti szabálytalanság. A kinti meccsen Szuszkávcsevics már az 5. percben vezetést szerzett a Vojvodinának, aztán jött két 11-es gól, mindkettőt Jankovics értékesítette, és a 61. percben a csereként beállt Jovics alakította ki a 4-0-ás végeredményt. A továbbjutásért 6 millió forintot kapott volna a csapat, mint az nemrégiben megjelent a sajtóban. Ez azt hiszem ott marad a kasszában, valami másra föl lehet használni. Jugoszlávok ellen egyébként az Újpest jól szerepelt az eddigiek során. 1960-ban a Bekben, a Cervena Zvezda ellen 2-es győzelemmel jutott tovább az Újpest, 3-0 és 2-1. 1969-ben a Partizán Beograd ellen itthon egy 2-0-ás győzelem, és idegenben a 2-1-es vereség is belefért. Így is tovább jutott az Újpest, ez egyébként az UEFA kupában történt. És az 1970-es Bekben a Cervena Zvezda ellen volt az egyetlen kisiklás, itthon 2-0-ás győzelem, idegenben viszont 4-0-ás vereség, ugyanolyan, mint amilyet most szenvedett el a Vojvodinától az Újpest. Korábban egyébként négyszer kapott ki 4 gólos különbséggel európai kupameccsen a lilafehér csapat, és egyszer tovább jutott, igaz, akkor egész más volt a helyzet, hiszen 1975 őszén a Zürich otthonában kapta ki 5-1-re az újpestiek, csak hogy előtte a Megyeri úton már nyertek 4-0-ra, és az az egy idegenbeli gól, amit ha jól emlékszem Nagy László rúgott, az a továbbjutást jelentette. No, itt vannak a mieink, 0-0 tehát az első fél idő után. Ennyit a statisztikákról, és még annyit, hogy az első mérkőzés előtt Tomislav Manojlovic, az ellenfél edzője azt mondta, hogy olyan arányban kell győzni, hogy a visszavágó csak formalitás legyen. Sajnos a vágyuk teljesült, ez a meccs csak formalitás. A Vojvodina úgy érzem csak annyit ad ki magából, hogy egy pillanatig se kapjon vérszemet az Újpest. Nézzük, hogy lesz egy csere. A mieinknél ugye volt már egy változtatás kényszerből, Szlezák helyén a 25. percben állt be Kerényi. Egyelőre nem látok további új embereket egyik oldalon sem.
Itt van Tomislav Manojlovic. Többször is nagyon mérges volt az első félidő folyamán. Kezdődik a második félidő, és az újpestiek kezdik értelemszerűen. Mindenki a helyén. Lássuk a következő 45 percet. Nem tudom, mit mondott Glázer Róbert a szünetben, mivel próbálta felrázni a csapatot. Az kétségtelen, hogy most már tényleg a becsületért kéne küzdeni. A lesajnáló pillantásokat elkerülendő nem lesz könnyű. Belic meg lehetne szerezni, nem sikerül. Bedobás a Vojvodina javára. Mélységbe. Ezt elcsíptük, ezt a mondatot. Ristić gurítja tovább. És hozzánk legközelebb a jobb oldali védő Tanasijevic. 21 esztendős ő is mindössze, ugye a meccs elején mondtam, milyen fiatal csapat a Vojvodina. Persze az is igaz, hogy Babos Ádám 23, Tokodi jövő szerdán lesz 19 esztendős, Terjék 18, Lőv 20, tehát az Újpest is, mint ahogy szintén említettem, minden idők egyik legfiatalabb újpesti csapat európai kupa meccsen. Kiskapusi is csak 23 éves, Csillag 24 esztendős. Szóval a jövő csapatám ez az Újpest. Mindenképpen tapasztalatot kell szerezniük, de ezek a meccsek nem használnak az önbizalomnak, az biztos. Fratic. Így. Jól lépett oda Kerényi, még pont a megfelelő ütemben. Ez viszont rossz. Ristić. Sustarčević. Így van már itt a középpályán. Egy komoly fegyelmezetten odaállva az ember mellé meg lehet akadályozni az akció kialakulását. Tanasijevic. Tokodi zavarta. Sustarčević egyelőre viheti. Megint egy jó szerelés. Bogdanovics nem tudott perdíteni. Csak most előre kéne menni. Tokodi, hova? Azt hittem már odaadja a jugoszlávnak. Kovács. Lőv. Tokodi, na ez most szép összjáték. Végre megmeri tartani a labdát az Újpest. Csillag. Tokodi! A legszebb jelenet az újpestiek részéről. Egyrészt szépen megtartották a labdát. Mertek egy picit játszani. Másrészt Tokodi lövése. Jó elgondolás. Mint mondtam, jövő szerdán lesz 19 esztendős. Ez a saját nevelésű fiatalember. A juniorban a Dunafer és a Nyírség ellen is 3-3 gólt szerzett. Természetesen ez egy másik szint. Itt nem várható el tőle Mester 3-as. Egyben 49. perc, 0-0.